estére. Kísérj el, popol, móka lesz, a viszkijék hideg és forró, szól a csesz. Na gyere már, már, hol mindig áll a bár, mert szól a jazz. Így kezdődtek a világhírű musical a Chicago olvasópróbái a nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. Az 1975-ös New Yorki bemutató után sorban dolgozták fel a teátrumok a darabot a világ számos pontján. 2002-ben a filmes változata is óriási sikert aratott René Zellweger és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. 2003-ban 3 Golden Globe-díjat és 6 Oscar-díjat is nyert a film. Szőcs Artúr rendező elérkezettnek látta az időt, hogy a nyíregyházi közönség is megismerje az 1920-as évek Amerikáját. Nekem ez egy kedves emlék, valamikor régen, amikor készültem felvételizni az egyetemre, akkoriban pont a Kuti Patriciáik akkor voltak végzősek, ezt a musicalt játszották az Audrey színpadon, és emlékszem, sokat láttam azt az előadást, aztán később is még sokat külföldön is. A musical nem csak a rendező számára különleges, a színészekhez is közel áll a karakterük. Kosik Anita az egyik főszereplőt, Velmát alakítja majd, aki a történet elején egy ismert, befutott sztár. A Chicago az olyan, mint a mám, konkrétan a Velma, úgyhogy nekem írták volna, hogy tessék, itt van a kedvenc zenei stílusod, itt van, lehet ebben topzódni, jönni, menni, énekelni, ilyesmi. Ő maga, az, hogy egy gyilkos, kettős gyilkos, az viszonylag távol áll tőlem, de majd túlteszem magam rajta. A másik főszereplő, Roxy szerepét az Örkény Színház fiatal művésze Zsigmond Emőke alakítja majd. Az a fajta ambiciózus törekvés azért, hogy az ember az életben valamit elérjen, az szerintem mindenkiben benne dübörög, hogy valamit el tudjon érni, hogy figyeljenek rá. Ez mindenki szeretné, hogy figyeljenek rá. A tánckar és a zenészek lassan 2 hónapja próbálnak. Az évad legnagyobb produkcióját 2018. január 20-án láthatja először a nyíregyházi közönség.